Jó estét kívánok, ez a művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. A Békéscsabai Jókai Színháznak minden évben van egy zenész szuperprodukciója. Idén ez a My Fair Lady lesz. A musicalről ma esti adásunkban Radó Dönész rendezőasszonnyal, Fodor Zsóka művésznővel és Szomor György művészúrral beszélgetek. Üdvözlöm Önöket! Kezdjük kívánok! Ha pontosak az információim, és jól tudom, akkor nem ez az első alkalom, hogy ezzel a darabbal találkoznak. Arra lennék első körben kíváncsi, hogy kinek hanyadik találkozása ez a művel? Hát nem tudom, hogy a kollégák játszották, illetve a Zsókát tudom, hogy játszott egy másik szerepet a darabban. Én nekem olyan szerencsésen alakult az elmúlt időszak, hogy a tavalyi évadban Szolnoki Szigligeti Színházban, ahol én egyébként tag vagyok, megrendezhettem ezt a darabot, majd az évad végén pedig a Soproni Színházban szintén felkértek, hogy rendezzem meg, és most ugye három a magyar igazság, tehát most így harmadszorra itt Békés Csabán jött a felkérés, és itt teljesen egy átalakítottam más felfogásban, kicsit másképp fogjuk megcsinálni, mint ahogy eddig. Akkor valószínű, hogy én vagyok az egyetlen, aki ilyen tekintetben még szűz vagyok, mert én először találkozom a darabbal, mármint úgy, hogy benne szereplő vagyok. Annak idején gyerekkoromban láttam a filmet, találkoztam, azóta is jegyzem ezeket a dallamokat, némelyiket. Annak idején úgy voltam vele, hogy gyerekkoromban egyszer meghallottam egy dalt, és rögtön tudtam, vissza tudtam fütyülni. Na most azért ez már a szövegekkel, most már nem annyira könnyű, de mivel nagyon sok van benne, nekem ez az első találkozásom, de örömteli. Mi viszne? Szegeden volt szerencsém játszani a Mrs. Higgins szerepét. Nagyon régen még Helyei Laci volt a Higgins, és nagyon büszke vagyok rá, hogy azt mondta szegény Helyei Laci, hogy hát nem hallott róla, hogy a Mrs. Higgins tapsot kapott volna, ezért ez nekem nagyon emlékezetes. Én még emlékszem a Básti Lajos Higgins-ére, ami koromat minősíti természetesen, és nagyon gyakran láttam televízió közvetítést, a fülembe van a Gábor Miklós hangja, mint Higgins, és Szolnokon is a Dönész rendezésében láttam a darabot, amikor még nem tudtam, hogy én ebben a darabban Pierce-nél leszek. Ugye a nézők közül sokan tudják, hogy Szomor György az ország egyik vezető musical színész, aki nem csak játsza, de írja is a darabokat. A hölgyektől kérdezném, hogy a pályafutásuk alatt milyen gyakran találkoztak zenés produkcióval? Addig, amíg Dönész gondolkozik, bár nem hiszem, hogy sokat kéne ezzel. Is csináltam. Ez az, amíg összeszámolja. Érdekes módon én többször elmondtam, lenyilatkoztam, hogy én egy hangmentes színésznő vagyok, ami nem vonatkozik a beszéd hangomra, csak az ének hangomra, de az eddigi sikereimet a Csárdás királynő, a Cirkusz hercegnő, a Marica grófnő, a Sztambul rózsája jegyzi, ahol ugye, mikor énekelni kellett, hát mindenféle taktikákkal eladtam a számokat, és nem tudom, hogy meg fogsz-e kérdezni, de én akkor is elmondom, hogy én a Monte Cristo-t ötször láttam, azért nem többször, mert nem tudtam egyeztetni az időmet, és régi álmom volt, bennem teljesült álom, azt hittem, hogy a Szomor Gyurival egy színpadon lehetek, miután azért ő nem az operettekről híres. De most hál' Istennek ez az álmom teljesedett. Hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a pályám elején elég sok zenés darabban játszottam, és aztán most már, hát nem is tudom hány év, inkább ne is firtassuk, most már rendezőként szoktam a zenés darabokat színpadra vinni, tehát a La Mancha lovagjától, a Cirkusz hercegnőn át, a Bála Szavolybantól, a Jézus Krisztus szupersztárig, Légy jó, mint halálig, és elég széles volt eddig még a paletta, nagyon gyorsan le is kopogom, nagyon babonás vagyok, hogy ez így van, remélem így is marad. És hát régi nagy álmom ez a My Fair Lady, nekem is gyerekkori álmom, és én is rongyosra hallgattam annak idején a Básti Lehocki Zsuzsa féle felvételt, és hát titokban azért mindig ott volt, hogy egyszer kéne ezzel a darabbal
remélem találkozni, sőt, már majdnem úgy volt még fiatal színésznőkorom, hogy egyszer az Elizát el is játszhatom, de hát pechemre vagy hál' Istennek, ezt most már nem tudjuk eldönteni, akkor éppen vezetőségváltozás volt abban a színházban, ahol játszottam, és a következő igazgató nem azokat a darabokat tűzte műsorra, amit az előző tervezett, és aztán így elmaradt, de nem baj, mert így legalább az egész darabbal foglalkozhatok, nem csak azzal az egy szereppel. Idén bepótolta az élet, így van, ami azt hiszem, azért volt háromszor hogy mindig veri ezt kenden. Kívánni jól kell tudni, igen. Ki mit gondol, miben rejlik majd a Békés Csabai előadás varázsa? Hát én alapvetőleg azt gondolom, hogy fantasztikus a társulat. Remekek a, ne hallgassatok ide, a főszereplő. Papp Barbara, aki Elizát játsza, és ugye egy végzős színművésznő, tüneményes, bájos, egy igazi Eliza. Azt gondolom, hogy a kollégák is megerősíthetik ezt, hogy egy tényleg felcsillan a színpad, amikor ő bejön, és hát mindenki olyan maximális energiával és szeretettel dolgozik, hogy azt hiszem, hogy az a nagy örömteli együttmunka, az fog majd remélhetőleg a nézők számára is egy olyan élményt nyújtani, amit nekünk majd a színpadon. Egyetértek, és most akkor te ne figyelj ide, és ez kell egy ilyen rendezőasszony, aki olyan türelemmel és olyan jó érzékkel nyúl ez a társulathoz, amivel a Denise hozzánk nyúlt, és hát akkor ezt most még nem köszönöm meg neki, de majd egyszer. Én egy mondatot mondanék ehhez az egészhez. Nekem a Papp Barbara ismeretlen volt eddig. Bennem ez a kislány az Ulanova és az Audrey Hepburn keveréke, mert szerintem mind a kettő tudja. Egy olyan, ő nem megy, ő lebeg. Ő nem beszél, ő csicsereg. És szerintem nagyon nagy karrier előtt áll a kislány, és boldog vagyok, hogy a kezdeti lépéseiben mellette lehetek, és a kezdeteknél elmondhatom, hogy én még láttam őt Elizaként. Ugye a My Fair Lady, ahogy itt elhangzott már többször is, egy klasszikus zenésmű, amelyet ugye a 64-es Oscar díjas film miatt nem csak a színház kedvelő közönség ismer, hanem egy nagyobb réteg. Manapság a 21. században milyen aktualitása lehet ennek a műnek? Hát én azt gondolom, hogy abszolút, abszolút korszerű, sőt egyre inkább, ahogy a nyelvünk, hogy is mondjam, csak kezd ellaposodni, és egyre kevésbé értjük már meg akár a gyerekeinket is, ahogy ők fogalmaznak, és nekem amúgy is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én arra, mint színész, arra tettem le az esküt, hogy magyar nyelvre tanítom a magyar közönséget, és ugyanitt angol nyelvről van szó, de hát ez természetesen örökérvényű, tehát ez szerintem borzasztóan aktuális, és nagyon fontos, és nagyon jó, hogyha túl azon, hogy egy szórakoztató, bájos zenékkel teli, jó karakterekkel teli előadás lehet, túl azon, tehát tényleg van mai nézőknek is mondani valója, ráadásul, ugye hát van a Higgins főszereplő, aki egy teljesen magának való, csak a tudományának élő ember, aki semmilyen érzelemmel nem tud mit kezdeni, és én azt gondolom, hogy az ő fejlődés története az igazán nagyon érdekes, szerintem a nézők számára is, mert egyszerűen, mint a Grinch rájön arra a végére, hogy dobog a szíve, és ez milyen furcsa, és valóban nem lehet szeretet, és szerelem, és barátság, és igazi érzelmek nélkül élni. Akkor ha már itt szóba hoztuk a karaktereket, meg kell kérdeznem, hogy akkor ki hogyan kapcsolódik a történethez a karakterek szempontjából? Hát nekem nem idegen a házvezetőnő szerepkör. Én nagyon szeretem azokat a szerepeket, amik a korommal járnak, és nagyon szeretem a karakter szerepeket, és soha életemben nem voltam Júlia, most már alig, ha nem elmondhatom, hogy nem is leszek, mert én fiatalon is Dajka szerepkörbe voltam, és a Pirszné egy nem jelentős nagy szerep, eltörpül a főszereplők mellett ez a szerep, de igyekszem majd belőle kihozni valamit, hogy azért
ne felejtsék el a pirsztét se. Én meglepődve tapasztaltam, amikor a direktor úr felkért, hogy mi lenne, hogyha ezt a szerepet játszanám, hogy én odaértem, tehát, hogy Higgins, igen, én Higgins vagyok, vagy ez, és akkor, és most rádöbbentem, hogy igen, Higgins vagyok, bizonyos szempontból nem annyira korfüggő azért ez a szerep, bár azt gondolom, hogy nálam talán idősebb férfiak szokták játszani általában, de, vagy érettebb férfiak, akkor így mondom, de nagyon jól érzem magam benne, és ha nem tudom, hogy a kérdésben benne volt, én belehallottam azt, hogy ez mennyire húzható magunkra. Ez lett volna a következő, igen, nyugodtan. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ugye én nem ilyen vagyok, mint a Higgins. Én olyan vagyok, azt gondolom, amilyen a Higgins a végére lesz, de mindenkinek ezen át kell esnie, ezeken a stációkon, mint a Higgins átesik, és aztán egyre inkább olyan lesz, mint a Higgins, mert azért a darab és a szerep, az én szerepem az a férfi lélektan legmélyéről indul ki, hogy mi azt gondoljuk, hogy időnként, hogy nincs szükségünk a nőkre, vagy nem annyira van szükségünk rájuk, és aztán kiderül, hogy de, igen, nagyon. És hát ez, nem árulok el szerintem nagyon nagy titkot, hogy ez a darabban valami ilyesmi majd ki fog derülni a végére. Ugye a közönségnek általában vannak elvárásai, mikor jegyet váltanak egy zenés darabra. Mire számíthatnak látvány és hatás szempontjából a Békés Csabaiak? Hát igen, ez különösen emiatt, amit már beszéltünk, hogy van ez az emblematikus film, ami természetesen azt gondolom, hogy azért rányomja mindig a bélyegét, hogy ahhoz mérten próbálják a nézők várni a varázslatot, de én azt gondolom, hogy Húros Anna Máriával, aki a díszletet és a jelmezt csinálta, sikerült egy olyan légies, szecessziót idéző világot odavarázsolni a színpadra, ami azt gondolom, hogy tényleg maradéktalan hatást fog majd a nézőkbe kiváltani, és Sebestyén Csaba, aki a koreográfus, pedig olyan táncokat talált ki, és épített föl a színészekből, és mindenkiből, amit tud, azt mutatjuk meg, és azt emeljük ki, hogy azt hiszem, hogy tényleg egy szép estét vagy délután tölthetnek majd velünk a nézők. Ugye itt már ön néhány szóban megemlítette, de meg kell kérdeznem, hogy milyen benyomásokkal rendelkeznek a Jókai Színház társulatáról. Ugye önök visszatérő vendégek, viszont önnek pedig ez az első alkalma itt. Hát nem egészen az első, mert jó pár évvel ezelőtt, mint színész már volt szerencsém itt játszani. De hát én borzasztó boldog vagyok, és nagyon-nagyon jól érzem magam ebben a társulatban. És most volt két nap, hogy nem tudtam jönni, és már direkt elvonási tüneteim voltak, már alig vártam, hogy ide jöhessek, és együtt ülhessek mindenkivel, és beszélgethessünk, túl természetesen a próba folyamaton túl, mert én azt gondolom, hogy mindenkit személy szerint is nagyon megszerettem, és jobb kapcsolatot tudtunk kialakítani. Művész úr? A társulatról? Vagy? Igen. Hát azt gondolom, hogy az, hogy én 20 éve, azt hiszem 20 éve minden évben játszom itt, vagy rendezek, vagy valamilyen szinten közön van, valamilyen általában egy-két darabhoz évente, az azt jelenti, hogy én nagyon szívesen jövök ide, és mindenen át, tehát ha hívnak, jövök. Amikor a próbákon ülök a díszletek mögött, vagy a nézőtéren, én elámulok azon, hogy milyen rendkívül pontos, precíz, lelkiismeretes tanulók, akik ide az akadémiára járnak, azt hiszem úgy hívják az akadémiának, akik tanulnak itt. Színház. Igen. Annyi sok fegyelmezett, lelkes fiatallal találkozom, hogy napról napra egyre jobbak és jobbak, úgyhogy meg kell dicsérnem előre, nem csak a koreográfust, aki egy brilliáns koreográfiát talált ki, hanem az azt eltáncoló fiatalokat, növendékeket. Úgyhogy ez az egész együtt
a díszletezőkkel, a jelvezzel, a díszlettel, és velük is talán egy rendkívül jó előadást fog mutatni a közönségnek. Érdemes lesz megnézni. És egy remek zenekar is áll mögöttünk, segíti a munkánkat. Végezetül akkor beszéljünk arról, hogy mikor lesz a darab bemutatója, és meddig tűzik műsora ezt. Május 18-án lesz a bemutató, és azt hiszem, hogy folyamatosan... Június 8-áig. Június 8-áig, majd Szarvason is még a vízi színpadon még kétszer eljátszhatjuk ezt a darabot. De akkor a továbbiakban sikeres és jó munkát kívánok, reméljük sokan ellátogatnak a darabra. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük.